Foglalkoztatási fórumot szervezett Tiszalök csütörtök délelőtt. A településen és környékén 6-7%-os a munkanélküliségi ráta, ez a megyei 4% fölött van. A járásban létrejött Paktum iroda ezen az arányon próbál javítani a következő években. 2021-ig 152 főt szeretnének bevonni az elsődleges munkaerőpiacra. A fórum célja, hogy a helyi vállalkozók igényei alapján indítsák a foglalkoztatási programot. Nagyon sok irányú. Elsősorban az építőipar, ami hiány szenved most a munkaerőben, ennek különböző ágazatai, ezekre keresünk embereket és a képzéseket szervezzük, illetve az iroda, eladó, a kereskedelem, vendéglátóipar, ezek a legfőképpen azok, amelyek nem találják meg a munkaerőt maguknak. A településen a korábbi években 150-200-an dolgoztak közfoglalkoztatottként. Ez a szám idén már csak 80 fő volt. A Paktum célja, hogy az ebben a státuszban dolgozókat is az elsődleges munkaerőpiacra vezessék vissza. A fórumon a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány célja, hogy a teljes foglalkoztatottságot elérjék Magyarországon. Vinnai Győző hozzátette, a közgazdászok felmérései alapján egy országban akkor lehet teljesnek mondani a foglalkoztatottságot, ha a munkanélküliségi ráta 3%. Ma hazánkban ez 3,8%. Az Európai Uniós átlag pedig 7,5%. A megyében van egy megyei foglalkoztatási paktum, amely a megye munkaerőpiacára koncentrál, és vannak térségi, járási szinten térségi foglalkoztatási paktumok. Ma egy ilyen rendezvényen vagyunk Tiszalökön, hiszen Tiszalök a 10 nyertes pályázat közül az egyik. Itt Tiszalökön és térségében kívánjuk javítani a munkaerőpiaci helyzetet. Alapvető cél a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatás javítása. Vállalta Magyarország, hogy az aktív korúak keretében olyan 74-75%-os lesz a foglalkoztatottság Magyarországon 2020 végére, és tulajdonképpen az itteni projekt egy 240 milliós forrásból azt kívánja elősegíteni itt a helyi vállalkozókkal, családi gazdálkodókkal való találkozás során, hogy a vállalkozók igényei alapján bővüljön ez a munkaerőpiac. A most indult pályázat újdonságát jelenti, hogy összekapcsolja a keresletet és a kínálatot. A hagyományos megközelítés helyett a vállalkozások szempontjait helyezi előtérbe. A fórumon az is elhangzott, a megyében a 10 foglalkoztatási paktumra összesen 2,4 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre.